Edzenek a paksi labdarúgók a Fehérvári úton. Boldogságuk határtalan, hiszen a hétvégi bajnoki fordulóban a Grupama arénában bravúros 3-0 arányú győzelmet arattak a listavezető Ferencváros ellen. A házi gólkirályi címre törő Ádám Martin mellett Szabó Bálint fiatal tehetség, valamint Haraszti Zsolt is betalált az ellenfél hálójába. A hazatérő ifjú paksi csatár 5 perce volt csereként a pályán, amikor bomba szabadrugás góllal zárta le a Fradi elleni találkozót. Kishara fél év kölcsön után került ismét vissza nevelőegyesületéhez. Az MTK-tól jöttem haza, ugye fél éves kitérő volt, bővebben nagyon nem is tudok róla beszélni, úgyhogy amilyen gyorsan jött, olyan gyorsan is ment. Igazából ami fontos volt, hogy az első benyomás, ugye, amikor visszajön az ember, legyen pozitív, úgyhogy szerencsére sikerült is. Igazából egy rögzített szituáció volt, aránylag ezeket jól szoktam megoldani, szerencsére jól el is találtam, és akkor labda megment a kapuba. Haraszti Zsolt a több játék lehetőség reményében tért haza. Annyi változás történt még a csapatháza tájékán, hogy Bognár István Ciprusra igazolt. A védők kisebb-nagyobb sérüléssel bajlódnak, mondta a vezetőedző. Hát most egy kicsit módosítottunk a játékunkon, mert picit masszívabbra kellett venni a védekezésünket, azért a Fradi gyorsabban játszik, mint általában a többi magyar csapat, és szükség volt arra, hogy három belső védővel játszunk, közelebb legyenek egymáshoz a játékosok, és ezt most szerintem főleg erre fókuszáltunk, ez most bejött, mert nagyon masszívan védekeztünk, bár voltak a Fradinak helyzetei, de azért az Üllői úton azt gondolom, hogy tiszta helyzetből talán nekünk volt a több. Ez mindenképpen egy kivételes siker, azt gondolom, az Üllői úton ilyen magabiztosan nyerni, és mondjuk úgy, hogy jó játékkal. Biztos, hogy önbizalmat ad egyénileg is a játékosoknak, csapatszinten is gondolom, hogyha az Üllői úton ezt meg tudtuk csinálni, akkor szerintem bárhol meg tudjuk. Nyilván nem nyerünk majd mindig ilyen arányban és ilyen játékkal idegenben, de azt gondolom, hogy a következő mérkőzésekre ez egy stabilitást ad, vagy mondjuk úgy, hogy a tavaszi szezonra is egy lendületet. Az őszi szezon ismeretében a realitás szerintem az 5. hely megszerzése volt idáig. Most, hogy 2 pontra oda kerültünk a Videotonhoz, és ugye ők a negyedikek, így most már a negyedik is nyílt lett. A Paksi FC a Fradi elleni győzelmével stabilizálta 5. helyét a tabellán, míg a Fradit letaszította a trónról, akinek a helyét a Puskás Akadémia vette át az élen.